Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket! Önök a Falusi Turizmus című műsorunk harmadik középdöntőjét látják, a Kölcsei Televízió egyik legújabb vetélkedőjét, amely az Itthon Együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című projekt egyik részeként készült. Egyébként a Kölcsei Televízió stábja sok-sok érdekes műsort készített ennek a projektnek a keretében. Készültek főzőműsorok, egy négyestés talk show, a megye legendáit, hagyományait bemutató sorozat, illetve a megye kastélyairól, várairól is készítettünk egy-egy sorozatot. Ez pedig egy nagyon különleges műsor, amelyben a megye településeit mozgatjuk és játszatjuk, és ebből készül egy olyan érdekes műsor, ami szerintem valamennyiünk gyerekkorába visszarepít. Én emlékszem, hogy gyerekkorunkban voltak ilyen vetélkedők. Reméljük, hogy kedvet kapnak ahhoz is, hogy velünk tartsanak a mai nap folyamán, illetve hát szurkoljanak a csapatoknak. Így van, és 20 csapat nevezett erre a vetélkedőre. Közülük került ki egy online vetélkedőt követően 9 csapat, és 2 elődöntőn vagy középdöntőn már túl vagyunk. Ajak és Nyírcsahaj már biztosította helyét a döntőben, amely Kisvárdán lesz majd. És az a csapat, amelyik innen tovább jut, a mostani 3 csapat, Apacs, Fényes, Ritke és Szabolcs közül, csatlakozik a 2 már döntős együtteshez, és a végső győztes pedig a dicsőségen kívül 500 ezer forinttal is gazdagodik, 500 ezer forintot vihet haza majd a településére. De ez a távolabb jövő, és nézzük a közelebbi jövő, 12 feladatot hajtanak majd végre a csapatok, a versenyzők, és a 12 feladat végén derül ki a győztes. A győztes 10 pontot kap számunként, a második helyezett 7 pontot, a harmadik helyezett 5 pontot, és a 12 feladat után áll majd össze ennek alapján a végeredmény. Ma egyébként Tiszavasváriban, a Kabai János Általános Iskola gyönyörű udvarán vagyunk, és 3 település érkezett, Apacs, Fényes, Ritke és Szabolcs, akik már lendületesen vagy nagyon dinamikusan fel is sorakoztak, és ott vannak természetesen a Kölcsei Televízió szerkesztői, akik védik, oltalmazzák, sőt azt hiszem, hogy gyakorlatilag együtt élnek a csapatokkal, és tiszteletbeli település lakóvá is válnak egy-egy műsor végén, úgyhogy szólítjuk is őket, és ismerkedjünk meg a településekkel. Elsőként kérjük, hogy Apacs, illetve Iván Aurél, aki már apagyinak érzi magát, mutassa be a csapatot. Szervusztok, köszöntök én is mindenkit. Annyira izgulok, jobban, mint hogyha esküvőre készülnék. Remélem, hogy nagyon sikeres ez a csapat, hiszen az első középdöntőben Ajakkal sikerült győznünk, és nem lehet most sem más a cél, mint az, hogy mi szerezzük meg a győzelmet. A csapat nagyon felkészült, mindenféle korosztályból van csapattag. Megkérlek, Attila, hogy mutasd be, hogy mivel foglalkoztok, és hogyan készültetek lelkileg erre a fantasztikus versenyre. Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Örülünk, hogy bejutottunk ebbe a középdöntőbe. Nagyon vegyes csapatot sikerült a kérésnek megfelelően összeszedjünk. Nem részletezném, mert mindenféle területről érkeztek a csapattársak. Úgyhogy inkább lélekben készültünk, este kipihentük magunkat, és várjuk a megpróbáltatásokat. No, hát szerintem győzni fogunk, most is, mint legutóbb tettük, de kíváncsi leszek a 2 másik csapatra is, hogy ők hogyan készültek erre a mai megmérettetésre. De mielőtt ezt megtudnánk, nem tudom, készült-e az apai csapat egy indulóval vagy csatakiáltással, azt hallgassuk meg mindenképp. Igen, ráadásul most azt találtuk ki, hogy mivel ti is mondtátok, és én is így érzem, hogy tiszteletbeli apagyi lettem én is. Hadd mondjam, a rigmus magát énel, és akkor a csapat pedig rá fog erősíteni mindenre. Szóval így szól nálunk: édesanyám, kedvesanyám, csak az a kérésem, hogy apagyi meszt csináltasson nékem. Egy tapsot megérdemelek az apagyi versenyzők. Én szerettem volna még azt is, ha Aurél, ezt el is énekled, mert ugye nyilván ez egy népdalnak a kis rigmusa, de lehet, hogy majd a végén a győzelemkor. Igen, addig azért készülök, van nálam jobb énekes is itt most, nem szeretnék énekelni. Kerecsen József következik, aki szinte tiszteletbeli Fényes Ritkének mondhatja magát, mert szerintem az elmúlt években nagyon sokszor megfordult munkacéljából a településen. Tőle elfogadjuk prózában a bemutatást. Köszönöm szépen. Igen, valóban az utóbbi években többször is megfordultam Fényes Ritkén. Egy nagyon-nagyon szimpatikus, rendezett településről van szó. Orsitól szeretném megtudni, hogy hogyan is verődött össze ez a csapat, illetve mire készültök a mai napon.
Hát először is örülünk, hogy itt lehetünk. Az online versenyre nagyon készültünk, illetve minél jobban szerettük volna megoldani a feladatokat. Most pedig a fizikai verseny előtt állunk. Hát a csapatunkat a lendület, fiatalság és a rutin jellemzi, úgyhogy reméljük, hogy mi a győzelem a miénk lesz, megszerezzük, erre készülünk. Ti érkeztetek a legtávolabbról egyébként, milyen volt az ideút? Hál' Istennek zavartalan volt, összeverődött a társaság, jó hangulatba telt, úgyhogy remélem, hogy ez a versenyre is kihatással lesz. No hát ami jó hír viszont, hogy Kisvárdán lesz ugye a döntő, oda akár gyalog is át tudtok majd jönni, úgyhogy ennek reményében vágunk neki a versenynek, és hát ti is készültetek egy indulóval, úgyhogy arra kérlek titeket, hogy ezt most adjátok elő. Kényes litkiek, ma harcba kell mennetek, bicskátokat vigyétek, használjátok eszetek, hogy győztesek legyetek. Én ehhez már nem fűzök kommentát, hajrá, Litke! Bicskára nem lesz szükség a feladatokhoz, de ügyességre, kitartásra, gyorsaságra, észre, erőre mindenképp. És Kintus Emesétől, a szabolcsi csapat kísérőjétől megtudjuk, hogy mennyire vannak ezen erények birtokában a szabolcsiak. Hát Szabolcs mindenképp, az egyik legősibb települése, nem csak megyénknek, hanem az egész magyarságnak Szabolcs község. Volt szerencsém hát többször is járni Szabolcsban, de megyenapok alkalmával az utóbbi két évben mindig én voltam, és nagyon szeretek oda járni, és szerintem aki nem volt még Szabolcsban, az tegye meg, hogy elmegy. A Földvár és az Árpádkori templomot mindenképpen érdemes megnézni, illetve hát az ott élők vendégszeretete is messzeföldön híres. Én most Krisztiánhoz fordulok, akitől azt fogom megkérdezni, hogy készültetek erre a versenyre, nem csak lelkiekben, hanem majd a sátrat is egy picit mutasd be, hogy mi az, amit magatokkal hoztatok. De először is, hogy készültetek. Jó napot! Hát lelkiekben készültünk inkább. És ami a sátrunkat szépen kidíszítettük, települési címerrel, zászlókkal, illetve egy hagyományőrző viasz szettel, ruha, tegez, íjjal, ami hát jellemző a településre, sokan szeretnek ott íjászkodni, illetve nagyon sok íjászversenyt tartunk, ami jellemző ugye a településre. Úgy látom, hogy egy picit izgulsz, nem tudom, hogy a csapat többi tagja hogy van ezzel. Szerintem hagyjuk abba az izgulást, és hajtsunk rá a győzelemre, ezt pedig mutassuk be azzal, hogy szól a győzelmi himnuszotok. Kicsi falunk 1000 éves, lakossága nem túl népes, Tisza mellett áll a várunk, minden ember boldog nálunk. Hurrá Szabolcs! Hajrá! Egy tapsot a szabolcsiaknak. Köszönjük is. Szépen, hát az kiderült, hogy mindenféle szúróvágó eszközökkel felszerelték magukat a csapatok, de erre valóban nem lesz szükség. Az izgalomra lehet, hogy igen, mert hiszen az adrenalin ilyenkor ad egy kis löketet, és lehet, hogy jól jön majd a feladatoknál, de elképzelhető, hogy mivel ugye ez egy televíziós műsor, maga a kamera az, ami kivált némi izgalmat. Nyugodjatok meg, kedves játékosok, a műsor végére teljesen otthonosan mozogtok majd a kamerák előtt, sőt, hiányozni fog. És reméljük, hogy ezt a hiányt majd a döntőben tudjátok pótolni. Úgyhogy mi műsorvezetők szerintem mindenkinek szorítunk, mindenkinek szurkolunk, és ahogy Zsiga elmondta, ugye itt játékról játékra változhat az állás, mert nagyon sok pontot lehet gyűjteni egy-egy játékkal, és nagyon különbözőek. Mindenki azt mondta, hogy lelkileg készült, persze kell azért a fizikai erő is, a kondíció. Lehet, hogy olyan izmokat fogtok megmozgatni, ami 10 éve nem volt a testetekben megmozgatva, vagy olyan játékokat kell majd itt csinálni, amit már réges-régen nem játszottatok, vagy álmotokban sem gondoltátok, hogy ez lesz a feladat. Szerkesztőink nagyon agyafúrt módon próbálták kitalálni, hogy a legérdekesebb, legizgalmasabb délelőttöt szervezzük meg nektek, úgyhogy kezdjük is akkor az első játékkal. Mégpedig az első játékhoz erőre és jó dobótechnikára lesz szükség, hiszen dinnyét fognak dobni a játékosok, minden csapatból egy játékosra van szükség, 3 kísérlete lesz, és hogy az első 2 alkalommal is jobbról-balra, nekem jobbról-balra haladnak majd a versenyzők, tehát egy dobás akad, egy dobás Fényes Litke, egy dobás Szabolcs, és még 2-szer lemegy ez a kör, és értelemszerűen
amelyik csapat versenyzője dobja legmesszebbre a dinnyét, az a csapat kapja a 10 pontot, a második helyezett a 7 pontot, a harmadik helyezett pedig az 5 pontot, és minden számnál be fogok számolni, mégpedig a következő módon felkészülni, 3-2-1 rajt, és ez itt a dobásnál is, de majd lesz, ahol futószám, erre a jelre kell elindulni, és ha megvannak a versenyzők, akkor oda is állhatnak a dinnye mellé, apagyon még nem látom csak a dinnyéket. Készen állunk, apagy készen áll, Dávidot kérem meg arra, hogy jöjjön ide, és akkor reméljük, hogy igen, sikerül. Nyilván nem apad el az örömünk semmiképpen, az erőnk sem, úgyhogy apagy készen áll. Akkor számolok felkészülni, 3-2-1 rajt. Igen. Már dobhatod is? Az igen, megvan a nyoma, nem lesz nehéz majd a leghosszabbat lemérni. Kezdek megijedni, lehet, hogy valaki minket is kidob itt a platóról. Akkor felkészülni, 3-2-1 rajt. Nézzük a technikát. Az igen. És ez még hosszabb. Még hosszabb. Következik Szabolcs, 3-2-1 rajt. Ez gyakorlatilag akkora, mint az apagy első kísérlet volt, jöhet a második. 3-2-1 rajt. Na ezt kinek mérjük, mert eddig a leghosszabb. Teljesen mindegy, mindenképpen ez a leghosszabb, bárhonnan is méred, Zsiga. Igen, nézzük, fényes titke. Második, egyenlőre nézzük Szabolcsot. Mehet. Ez rövidecskébb, egy picit, és az utolsó kísérlet az apagyiaktól. 3-2-1, mehet! Kidobtuk a pályáról. Így van, ez a pálya szélét jelző bója. Éppen pályán belül van még. Páré. Igen, jöhet? Ez reptében ketté is repett. Meg kell duplázni a távolságot. Igen. És 3-2-1, rajt az utolsó kísérlet. Hát azt hiszem eléggé egyértelmű az eredmény. Így van, a leghosszabb dobás az apagyiaké volt, fényes itt a második, és a Szabolcsi csapat ebben a számban a harmadik helyen végzett, és nem tudom, hogy csak fejben vagy technikailag is készült az apagyi versenyző, Aurél Dávid, kérdezi. Hogy készültél? Hát igazából én ebben nőttem fel. Nagyon sokat dolgoztam dinnyével, tökkel, kiskoromban, tehát ez és bennem mindig van. Dobáltad? Bocsáss meg. Persze, mindenképpen. Gyerek voltam. Anyukádig gondolom megdicsértek, egy kicsit a családi bevétel megcsapant, viszont ebben a játékban meg nagyon jól jött, hogy gyerekkorodban ilyen módon rosszalkottál, úgyhogy köszönöm. Szuper volt, gratulálunk. Köszönöm szépen. Gratulálunk a győztes csapatnak, és Pusztaival, amit kérjük meg, hogy ha még nem írta fel, írja fel a pontszámokat. De már ott is vannak, tehát 10 pont apaidnak, 7 pont fényesítkének és 5 pont Szabolcsnak. Apagy a megye egyik olyan települése, amelyet a legkönnyebb megtalálni. A 41-es főúton elindulva egyszer csak egy körforgalomhoz érünk, amelynek közepén nagybetűkkel áll Apagy. Nem csak a település név miatt kulcsfontosságú a körforgalom, a település megközelítését is biztonságosabbá tette. Már a 13. században is éltek itt emberek, csak akkor még nem apagynak, hanem opagnak hívták. Fekvése miatt többször tartottak itt megyegyűlést, érdekesség, hogy egy ilyen tanácskozáson választották Nyíregyházát Szabolcs vármegye székhelyének, sőt 1608-ban országgyűlést is rendeztek itt. Egyik legszebb építészeti emléke a 15. században épült, de később a reformátusok által átvett és gótikus stílusban épült templom. Nem véletlen, hogy a település több mint egyharmada ennek a felekezetnek a tagja. Apagyon 2500-an élnek, ahol szinte minden városi szolgáltatás, gáz, víz, villany, szennyvíz elérhető. Van iskola, óvoda, bölcsőde, sőt egy csodálatos horgásztó is várja a pihenni vágyókat. Ismét egy dobó szám következik, ugye atlétikában is van több olyan szám, ahol egy sportszert el kell dobni, vagy vetni, vagy hajítani. Most hölgyek következnek, minden csapatból kérünk egy hölgyet, aki gumicsizmát fog dobni, ugyanígy a legtávolabbra szálló gumicsizma jelenti majd a győzelmet, és ennek is van egy technikája, ő talán még nehezebb a dínyénél, mert a dínyén egyértelmű, hogy kell kézbe venni, viszont egy csizmának van ugye lábfej része, szára, tehát nem mindegy, hogy ki minél fogja meg, és hogy dobja el.
Úgy látom, felsorakoztak a versenyzők. És ha igen, akkor Aurél, kész vagytok? Apagyon, készen állunk. Akkor... Olivia lesz az, aki eldobja majd a három csizmát. Megbeszéltük, hogy mi a legmegfelelőbb módszer, de még nem áruljuk el, majd úgyis kiderül meglátjuk a képekből. Jó, akkor számolok. Felkészülni. 3, 2, 1, mehet. Azt hiszem, ez előfordult már ilyen sűrökésbe és negatív tartományba, tehát a versenyző mögé esetét nem a súlygója a csizma. Nézzük fényesítkét. 3, 2, 1, rajt! Ez a csúsztatásos technika elég messze ment. Nézzük Szabolcsban, mit választanak. 3, 2, 1, mehet! Ez már egy picit messzebbre ment, hát akkor felfoghatjuk ezt egy ilyen próbakörnek, egy kísérleti körnek. Nézzük, hogy a második dobás az hogy sikerül. Apagy, 3, 2, 1, mehet! Van még mit csiszolni a technikán, talán a harmadik jobb lesz, fényesítke. 3, 2, 1, rajt! Szinte ugyanoda. Jöhet a szabolcsi kísérlet. 3, 2, 1, mehet! Megállt, és... Ez egy picit pattant is, pattant, ez a csizma. Igen. Apagy utolsó kísérlet. 3, 2, 1, rajt! Ez ment a legtovább. Nézzük a fényesítkéjeket. 3, 2, 1, rajt! Sajnos nem a magasságot mérjük, hanem a távolságot, mert akkor biztos rekord lett volna. De jól áll egyenlőre, fényesítke, ahogy nézzük az utolsó dobás. Változtat-e? 3, 2, 1, rajt! Hát szépen összegyűltek itt egy csomóba a csizmák. Nézzük, hogy akkor melyik csizma repült a legtávolabb, hiszen amelyik a legtávolabb az utolsó landolt a kísérlet? Pályán, az a csapat viszi a 10 pontot. Fényesítke, Szabolcs, Apagy, nagyon fejfej mellett volt az a két csizma, de Fényesítke szerzett 10 pontot, Szabolcs 7-et és Apagy 5-öt. Józsit megkérjük, hogy a gumicsizmás győztes hölgyet szólaltassa meg, mert jó volt a technika, messze szállt a csizma. Így van, Orsi volt az, aki begyűjtötte Fényesítke számára az első győzelmet. Volt már ilyen jellegű tapasztalatod, hogy gumicsizmát kell dobálni? Hát hasonló lehet, hogy volt, mivel 5 évig kézilabdáztam, de örülök neki, hogy sikerült nekem a legmesszebbre dobni, és ezzel megnyertük a verseny feladatot. Na hát a kézilabdás múltnak is megvannak az előnyei, megvan csak az a első. Megvan az első győzelem, úgyhogy ezzel a lendülettel reméljük, hogy repülünk a győzelem felé. Fényesítke, a település, amely a fiatalokra épít. Lélekszáma sok más hasonló nagyságú településhez képest nem, hogy nem csökken, hanem évek óta növekedik. Évek óta a teltházzal működik, a 100 férőhelyes óvoda, az általános iskolát is több mint 250-en látogatják. Van is perspektíva egyébként, a Kisvárdától mindössze néhány kilométerre fekvő község mozgatórugója, ugyanis a vasút. Ennek pedig a következő évtizedekben még nagyobb szerepe lesz, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb kereskedelmi központjának megépültével Fényesítke országos, sőt nemzetközi hírnévre tett szert. A települést egyébként már az 1200-as években említették oklevelek, akkor még Litke néven, majd a későbbiekben először a Fővényes, majd a Fényes előtagot kapta. A magukat egyébként sokszor manapság is csak litkeieknek hívó helyiek, most Tiszavasváriban készülnek arra, hogy Fényes diadalt aratnak. Bicskátokat vigyétek, használjátok eszetek, hogy győztesek legyetek! Két számon tehát már túl vagyunk, és most jön egy olyan versenyszám, ahol erőre, kitartásra és technikai tudásra van szükség, hiszen egy kocsikereket kell majd úgy tartani, hogy a függőlegesnél lejjebb tartva fej fölött, tehát nem fej fölött, a vízszintesnél pedig vége a feladatnak. Na most ez az a feladat, ahol szerintem kevés volt a lelki felkészülés,
de nem biztos, mert van egy olyan pont, amikor ha már azt hiszed, hogy nem bírod, és feladod, akkor még biztos benne van 10 másodperc, úgyhogy meg is kérdezzük a csapatokat, hogy hogy állnak, hogy készülnek, mennyire voltak felkészülve arra, hogy mondjuk egy ilyen súlyos feladattal kell ma találkozniuk. Aurél, számítottatok egy ilyen nagy súlyú feladatra? Számítottunk rá, ugye tájékozottunk előtte, hogy milyenek lesznek ezek a feladatok, ezek a kihívások, és úgy állítottuk össze a csapatot, hogy minden feladatnak meglegyen a gazdája. Most Jóci lesz nálunk az első, aki számított arra, hogy lesz erőnléti feladat, és az a jelszava, hogy kicsi a bors, de erős. Hogyan készültél? Hát én ilyen nagy vasakkal dolgozok, úgyhogy remélem fog menni. Biztos vagyok benne. Mennyivel lennél elégedett? Hány, mekkora idővel? Hát egy kicsivel több, mint fél perc. Legalább az jó volna. No, hát azért reméljük, hogy hosszabb is lesz, hiszen a eddigi rekord az 1 perc, 10 másodperc. Meglátjuk akkor. Ha lehet, akkor kezdünk is. És akkor jöhet a keréktartás. Megint be fogok számolni, és Juhász Miklós Molci, mint versenyigazgató, méri majd az időt és ellenőrzi. Ha kész vagytok, készen áll, akkor... stopper készen áll, és akkor Jóci is készen áll. Reméljük, hogy hosszú ideig sikerül majd tehát kitartani. Akkor... felkészülni. 3, 2, 1, rajt! Lehet buzdítani a csapattársaknak, hiszen egy kicsit ilyenkor sok erőt ad. Józsi, az apagyi Iron Man, aki vasakkal dolgozik, most kitartóan tartja. Csak nem élik nevettetni a versenyzőt. Buzdítani viszont igen, a lelkileg szabad. Támogatni, amivel ugye mindenki készült, legalábbis lelki szinten nagyon toppon vannak a versenyzők. Szükségünk lenne egy jó pszichológusra most. Azért nagyon mozdulatlanul áll még az a kerék. Szerintem Józsi fizetésemelést fog kapni a jövő héten, hogyha a főnöke látja. Lehet, hogy az ebéd vacsora lesz. És itt a vége. Nézzük, hogy mennyi lett az eredményünk. 37-38 másodperc. Gyakorlatilag Józsi ennyiben bízok. Amit sikerült, amit előtte terveztél, az sikerült. Gratulálok. Gratulálok. Köszönöm szépen. Na nézzük a többieket, a második és harmadik helyezettet. Nézzük fényesítkét, ha átkerül a kerék. Nem adják azt olyan könnyen. József után Sándor. Úgyhogy Sándorban van minden bizodalma a fényeslitkeieknek. Na akkor beszámolunk, felkészülni. 3, 2, 1, rajt! Lehet buzdítani bátrabban a versenyzőt. Lehet, hogy akkor az izgalom, hogy nem is merik buzdítani, bátorítani a versenyzőket. A csapattagjai azt mondják, hogy a második perctől kezdenek el igazán buzdítani. Az apagyi versenyző 37 másodperccel, hát eddig ugye felállította a rekordot, de még a Fényes Litke, illetve a szabolcsi versenyző elképzelhető, hogy megdönti ezt. Most már én úgy gondolom, hogy másodpercek kérdése. Mindez, és valószínűleg a többiek is mérik az időt közben. És most talán már a buzdítás is jól jön, mert ilyenkor lelkileg megfárad. Szuper volt, Sándor, hatalmas küzdelem volt. 47,54 század másodperc. 47,54. Nos, hát akkor ezzel Fényes Ritke most átvette a vezetést, de a játéknak még nincs vége, hiszen a szabolcsiak bizonyíthatnak az 1000 éves múlt, az 1000 éves történelmi múlt, az árpádkori emlékek. Hát ha olyan energiával látják el a versenyzőt, hogy tovább tudja tartani a kereket, mint 47 másodperc. Mindjárt meglátjuk, hiszen fel lehet készülni. 3, 2, 1, rajt! Ádámnak szurkolunk, hajrá! 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 Lehet, hogy 30 másodperc után elég lesz. Hajrá! Szurkolni, de inkább szurkoljunk! Tedd a fejed felé! Tedd a fejed felé is! Ügyes vagy! Nagyon jó eddig! Azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon nehéz feladat, és hogyha a versenyzőket alkatilag elemezzük, akkor ugye ő nem is olyan robosztus, nagy, inkább egy szívós, vékony fiatalember. De sokszor a szikárabb, szívósabb alkatúak tovább bírnak például egy ilyen feladatban. Ennyi volt. Ennyi volt benne, de szuper volt, úgyhogy egy nagy tapsot megérdemel.
szabolcsi versenyző is. 43-94. 43-94. Köszönjük 94. szépen, Ádám. Mesi, nem nagyon tudtad eldönteni, hogy mikor kezdjétek a szurkolást, de azt gondolom, hogy mégiscsak ez a technika is bevált. Mégpedig ez a 43-94 elég volt a második helyhez, a harmadik helyezett ebben a számban Apagy lett, és 47-54-je fényesítke szerezte meg a győzelmet, úgyhogy Józsi előtt, pontosan a mellett már ott is az erős ember. Fényes Litke fényes győzelmet aratott a harmadik versenyszámban. Sándor, hatalmas küzdelem volt, és mondtad itt a szám után, hogy azért kivett belőle sokat, milyen volt? Hát elég nehéz. Mondjuk még lehet bírtam volna egy pár másodpercig. Így panaszkodik a győztes, tehát azért úgy érzi Sándor, hogy volt még benne. Van még a csapatban tartalék bőven, úgyhogy reméljük, hogy így megyünk tovább. Kedves nézők, Önök a Falusi Turizmus című műsorunkat látják. A harmadik középdöntőt Tiszavasváriból jelentkezünk, a Kabai János Általános Iskola csodálatos udvarán. Három csapat küzd egymással, Apagy, Fényes, Litke és Szabolcs. Amennyiben eddig lemaradtak volna, akkor mindenképpen érdemes akár a Kölcsei Televízió honlapján, akár a YouTube-on megnézni az eddigi adásokat is, de nyugodjanak meg, még csak a mai középdöntő egyharmadánál tartunk, egy nagyon érdekes feladat következik. Csapatonként három játékos vállalkozik arra, hogy hullahoppozni fog. Egyszerre mérjük majd az időt, és akinek a legtovább marad a derekán a hullahopp karika, az viszi a 10 pontot. Ugye elsősorban a lányok hullahoppoznak, de a mai adás kiderül, hogy a fiúk is ügyesek, lehet, hogy a jövő hastáncosai, vagy nem is tudom, milyen karriert indíthatunk hamarosan. Olyannyira hamarosan, hogy Zsiga, meg is kérlek, hogy számolj vissza, és indítjuk ezt a játékot. Tehát felkészülni, 3-2-1, rajt! Hajrá, Apagy! Hajrá! Nagyon ügyes, mindenki hajrá! Nagyon ügyes, igazából egy valakinek kell, hogy jó legyen. Jó, a fényes Litke már kiesett. Mind a három karika, Szabolcs van még. Gyerünk. Egy versenyző, kitart. Az Apagyiak szenzációsan, Szabolcsba is leesett. És Apagy az első. És hihetetlen, az Apagyi Iron Man Józsi, aki remek módon tartotta a kereket. Úgy látszik, hogy az ilyen kerekekkel van valami szoros viszonya, mert remekül forgatta a derekán a hullahopp karikát is. És talán még fennmaradhatott volna, de gondolom spórolnak a többi számra az apagyi versenyzők. 10 pontot mindenképpen megérdemelnek. Gratulálunk, és Aurél, kérdezem meg a fiatal embereket, hogy napi szinten űzik ezt a sportot. Hogy sikerült ilyen ügyesen? Megkérlek téged is, hogy gyere, mint fantasztikus versenyző. Azt kell mondjam, és én úgy éreztem, hogy nem lebecsülve a másik két csapatot, de mindhárman jobbak voltatok, mint bárki más ebben a versenyben. Volt erre készülés, vagy gyerekkorodban sokat csináltál ilyesmit, bár most sem vagy túlságosan idős? Hát igaziból régen nem sokat csináltam. Hát ez úgy tűnik az embernek a vérében van. Bizonyám. Fiúk? Hát... Én unokatestvéremmel régen sokat gyakoroltunk. Tudtad, hogy fogsz majd jönni egyszer 2022-ben egy ilyen versenyre? Hát, reméltem. Hát, és ennyi igazából. Joci? Hát, a régi gyerekkorból ez megmaradt szerintem, mert úgymond az általánosból szerintem ez mindenkinek mennie kéne valameddig. Úgyhogy... A csapat itt viccelt veled, hogy most nem Joci voltál, nem Juci, de nagyon ügyes volt. Köszönöm szépen, ilyen a csapatom, így szurkolnak. Mindent a csapatért, persze a humor szerintem azért nagyon fontos. Úgyhogy köszönjük szépen a drukkolást és a 10 pontot. Gratulálunk az apagyiaknak, és mivel, ahogy Magda mondta, most vagyunk a verseny egyharmadánál, egy részeredmény közlünk Pusztai Barbi összesítése után. Fényes Itke vezet 32 ponttal, szorosan követi az apagyi csapat 30 ponttal, és 26 pontja van Szabolcsnak, de ez egyáltalán nem behozhatatlan hátrány, hiszen, mint mondtuk, 10 pont jár a győzelemért, 7 a második helyért, és 5 a harmadik helyért. Hát itt az ideje, hogy egy kicsit kifújjuk magunkat, hiszen nagyon nehéz feladatok voltak eddig, és ami most következik, ahhoz viszont szükség van a tüdőkapacitásra, úgyhogy tényleg jó nagyokat kell fújni, mégpedig egy lufiba, addig, ameddig az el nem durran, és azért lesz a 10 pont, akinek a lufi a leghamarabb pukkan majd ki. Tehát próbálkozunk
szoktak olyan vállalkozót keríteni, aki mondjuk lehetőleg nem dohányzik, és tényleg bírja szuflával ezt a játékot, és szintén egyszerre indítjuk majd itt a visszaszámlálást, egyszerre fújnak a játékosok, és ahol leghamarabb eldurran a lufi, ott a győzelem. És látom, hogy van egy nagyon fiatal versenyző, Fényes Ritkénél, ha jól látom, és két hölgy, aki még Apagyon és Szabolcsnál egy-egy hölgy versenyző, akik, ha felkészültek, kérdezem a kollégákat, számolhatok? Nálunk Ildikó felkészült, sőt, amikor bejött ide a versenyterepre, azt mondta, ha lufi fújás lesz, azt ő vállalja, úgyhogy nagyon készül. Akkor felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Hajrá, Ildikó! A csapat is nyugodtan rukkoljon neki! El kell durrania, nem durran egy biztos lufik. Szabolcs már nem nagyon fél több levegő a lufiba, úgy tűnik. Nagyon lendületesen fújta eddig a szabolcsi versenyző. Fényes Ritke, második Szabolcs. Megvárjuk az apagyi lufi halálát is, ahhoz, hogy kimondjuk a végső eredmény. És most hallatszott a durranás, és el is durrant a harmadik lufi is. Viszont elsőként Fényes Ritkénél durrant el a lufi, második Szabolcs, harmadik apagy ebben a számban, és Józsinak megint az a feladat jut, hogy győztes szólaltassa meg. Igen, Máté nyerte ezt a feladatot, nagyon jól csinálta, meg kell mondjam. Ha nem is kifújja magát, de egy kicsit öblített rá. Máté, hogyan értékeled ezt a versenyt? Hát, nagyon jó. Rövid, de velős. Elfáradtál azért? Nem. Akkor még mehetett volna ez tovább. Nagyobb lufit kell a döntőre beszerezni. Újabb győzelem, úgyhogy gratulálunk, Máté. Biztassuk tovább a csapattagjait. Máté ki is fújhatja magát egy picit, hiszen most egy olyan versenyszám következik, amely kifejezetten hölgyeknek szól, mégpedig csapatonként 3 hölgyre van szükség. Nekik kell majd kézzel, saját adott technikájukkal 5 kg kukoricát lemorzsolni a lehető legrövidebb idő alatt. Úgyhogy foglalják el a versenyzők a helyüket, és mivel egy picit ez messze van tőlünk, a csapat segítő kollégákat kérjük majd meg, hogy figyeljék a versenyt és tájékoztassanak bennünket. Felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Hajrá, 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 hajrá! Gyorsan, 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 gyorsan! Gyorsan, gyorsan! Igen, gyors. Jönnek itt az instrukciót, hogy hogyan is érdemes egy kukorica csőről minél gyorsabban lemorzsolni a kukoricát. Szerintem egyébként ez minden családnak megvan valószínűleg a maga fortéja vagy fogása. És hát ez is olyan, hogy érdemes gyakorolni, kicsit kísérletezni, de lehet, hogy a mai napon vannak olyan versenyzők, akik még soha életükben nem morzsoltak kukoricát. Az biztos, hogy egy életre most ez bevésődik. A minden látszik az, hogy gyorsan mozognak a kezek, mint 3 csapatnál. A fiúk pedig nem tudnak mit tenni, csak ott vannak és lélekben drukkolnak a csajoknak, hogy minél ügyesebben és minél gyorsabban végezzenek ezzel a bizonyos 5 kiló kukoricával, mert ennyit kell lemorzsolni 3 hölgynek. Lassan vége lesz, indulva az előző 2 versenytapasztalataiból. Picit kémkednek is a csapatok, hogy hogy áll a másik csapat. Még egyik csapat sem végzett, nem láttunk ezeket a magasban. Ezek szerint nem is olyan egyszerű 5 kiló kukoricát lemorzsolni. Voltak a játék során olyan hölgyek, akik elmondták, hogy ők még mindig ezzel a technikával dolgoznak, mert ez sokkal egyszerűbb mondjuk, ha valaki baromfit tart, egy 2-3 cső kukoricát gyorsan lemorzsolni és odaszórni, mintha mondjuk elektromos árammal működő géppel morzsolnának, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy vajon a mai versenyzőink, az apagyi, a Fényes Ritkei, a szabolcsi hölgyek morzsolnak-e napi szinten kukoricát, vagy pedig ez a feladat úgy érte őket, mint derült égből a világ. Nagy a szurkolás, fejfej mellett lesznek nagyon a csapatok. Nagyon a végén járunk, és úgy látom, hogy Szabolcsban már gyakorlatilag szinte tombolnak a többiek.
Szabolcsik ezek a magasban, ezt a számot Szabolcs nyerte, a második helyet még megy a nagy verseny. Ennek ellenére még a második helyezésért ugye küzdeni kell, és természetesen azok a pontok nagyon értékesek lesznek, főleg ahogy majd a verseny vége felé járunk. Az eddigi tapasztalatunk egyébként az volt, hogy szinte fej-fej mellett végeztek a csapatok, és egy-két ponton múlott az elsőség, úgyhogy érdemes nagyon résen lenni. Tekintve, hogy a második és a harmadik hely között 2 pont van, nem mindegy, hogy kinek a neve mellé kerül a 7 pont, és kinek a neve mellé az 5 pont. Fényes ütkeik ezek a magasban, megvan a második helyezett. De gondolom az apagyiak is befejezik. Mindjárt meg is kérdezzük, hogy a szabolcsi hölgyeknek mi volt a titka, de szerintem a csapat szelleme is sokat segített, illetve az az együtt dobbanás, együtt zizgés, ami körbevette a csapatot. Igen, mindenképpen. Hát Csilla, éppen így elkaptam egy foszlányt abból, amit mondott, hogy éppen arról beszéltek, hogy milyen régen morzsolt a kukoricát, sőt, még kukorica morzsoló is van az autóban, hogy miért, azt nem tudom. De majd Csillától mindjárt megtudjuk, meg azt is, hogy milyen volt ennyi idő után. Hát elég érdekes volt. Igen, egy kicsit nedves volt a kukorica. Igyekeztem azt a technikát alkalmazni, hogy a közepét megkezdeni, és akkor onnan már csak csavarni lefelé a többit, aztán így. Meg hát a csapat drukkolása is segített, hogy azért tényleg mi legyünk az elsők ebbe a számba. És miért van kukorica morzsoló a kocsiban? Nincsen, az csak vicc volt. Akkor a szokásos naivitásom. Még egy dolog, egy érdekesség, hogy Csillának van az egyik tehát az ország egyik legerősebb ember a testvére, jól tudom? Igen, igen. A Kelet-Magyarország legerősebb címét nyert el. Hát a pontos dátumot nem tudom, mert több versenyen szerepelt. Sajnos ő most nem tagja a csapatnak, de ettől függetlenül tényleg mindent belead a csapat, úgyhogy köszönjük szépen. Emese, a legközelebb azzal jönnek a versenyzők, hogy betonkeverő, szoláriumgép és hasonlók vannak az autóban, akkor nem biztos, hogy mindent készpénznek kell venni. A betonkeverő az hihető. Azzal jöhetünk a férjembe, mixeres. Minden mindennel összefügg. Szabolcs Nyíregyházáról biciklivel is könnyen megközelíthető. Mindössze 42 kilométert kell kerekeznünk szinte végig bicikli úton, hogy a Tisza bal partján, a Nyírség északnyugati peremén egy szóval a rét közben megleljük ezt a kis, ám annál nagyobb múlttal rendelkező települést. Megyénk és a magyarság bölcsője Szabolcs. Az egyfőre eső honfoglaláskori leletek száma itt a legmagasabb a térségben. A kutatók ezért arra következtettek, hogy ezen a tájon lehetett a magyar nagyfejedelmek szállása. A 9-10. Század környékén itt épített földvár Közép-Európa egyik legimpozánsabb földvára, református temploma csak egy kicsivel fiatalabb a földvárnál. Az épület már a 11. században állt, vagyis több mint 1000 éves. A 11. század után a 18. század közepéig ugorhatunk, ekkor épült késő barokk stílusban a Mudrány kúria. Az itt bemutatott kiállítás a 19. századi vidéki nemesi élet mindennapjait, tipikus lakáskultúráját mutatja be. Egy kis pályarendezés után következik majd egy újabb feladat, a 7-es számú feladat. Itt is lehet bárki, akár gyerekek, férfiak, nők, hiszen egy ügyességi feladatról lesz szó, de bírni kell a vizet is, hiszen az lesz a feladat, hogy egy tálkában lévő vízbe 2 almát helyeznek el a versenybírók, és azt a 2 almát kell úgy kivenni szájjal, hogy a versenyző a háta mögé teszi a kezét, kitenni az asztalra, és mikor kint van, amelyik csapat leghamarabb kiveszi a 2 almát, pontosabban a játékos, az a csapat nyeri a versenyt. Gyakorlatilag szerintem itt arra van szükség, hogy 1. ne féljen a víztől a versenyző, 2. hogy mondjuk a fogsora legyen elég stabil, hogy ugye bele tudjon harapni, bár hogyha mondjuk az ajkai elég kemények, vagy maga az állkapcsa, akkor nem is biztos, hogy kell hozzá fog. Minden esetre jó arcizmokkal kell bírni, és hát szerintem ebben a melegben jól is esik, hogy egy kis víz éri a versenyzőket. Kíváncsian várjuk, hogy kik jelentkeznek, és hogy kik lesznek a leggyorsabbak. Úgy látom, a fényes ütkeiek megint bevetették a ifjú versenyzőjüket, és ha minden rendben, akkor rendben, úgy látom, mindenütt mindenki, akkor számolok, felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Hajrá, 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 ügyesen! Ügyes!
Szabolcsik ezek a magasban. Készen vagyunk! Apagyik ezek a magasban. És megvan a fényes ritke is. Szabolcs, Apagy, fényes ritke a sorrend. Nagyon gyorsan kikerültek az almák, megmondom őszintén. Nem tudom, készültek-e rá, de MSM mindjárt megkérdezi a győztest, aki már jó ízűen fogyasztja is. Igen, pillanat, ideülök Milán mellé, mert sportszert. Ő azzal a feltétellel vállalta, hogy ha megeheti utána az almát. Hát nagyon ügyes vagy. Mi volt a technikád? Hát lehajolok a víz alá, és a szokásos. Igen. Hát jó étvágyat kívánok. Köszönöm hozzá, és nagyon gratulálok. Köszönöm. Azt hiszem, a három helyszín közül most teljesítették a leggyorsabban a versenyzők a feladatot, úgyhogy lehet, hogy már hallottak róla, egy picit készültek rá. A nyolcadik feladat következik, a Falusi Turizmus című vetélkedő tiszavasvári állomásán. Két versenyen már túl vagyunk, és Nyírcsaholy, valamint Ajak már biztosította a helyét a döntőben, amelyet Kisvárdán rendezünk majd meg, és amelynek győztese 500 ezer forintot vihet haza a településére. Ez a feladat pedig, amelyik most következik, a vízhordás. Két vödör vízzel kell a lehető legrövidebb idő alatt megtenni a kijelölt távot, és megmutatja Keresen József egyelőre vödör nélkül, hogy kell teljesíteni majd a pályát. Menne vödörön elindul is a versenyző, belelép egyik lábával a gumiba, végig kocog, itt a piros bója a pálya vége, megkerülni, és vissza, akkor már nem kell a gumiba belelépni, és mikor a célbél a versenyző, akkor teljesítette a távot, és ügyelni arra, hogy víz ne jöjjön ki a vödörből. És ott vannak a versenyzők, már pedig ott vannak, akkor számolok, felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Egyelőre fényes ritkélyek vezetnek. Gyerünk! És úgy tűnik, hogy ez már behozhatatlan. Fényes ritke ment a célba, egy pici víz csepeget, második Szabolcs, harmadik Apagy. Mondjuk elég sok víz kijött fényes ritkénél. Azt hiszem, hogy jelentősége olyan szempontból nincs, hogy a vödör nem ürült ki. Jött ki mindenütt, mindenütt látunk vízfoltokat, úgyhogy ezt a számot a fényes ritkélyek nyerték, Szabolcs a második, és most Apagynak jutott a harmadik hely. És akkor 8 feladat után ismertetek egy állást. Fényes ritkélyeknek 64 pontjuk van, ők az elsők. Szabolcs 60 ponttal a második, és innen szép fordítani, 52 pontja van Apagynak jelen pillanatban. Keresen Józsi kollégánk nagyon-nagyon lelkesen kezdte a műsor elején, hogy szeretné a csapatát a döntőbe juttatni, és végre megtörni az eddigi sikertelen szériáját, úgyhogy meglátjuk, hogy sikerül-e. A következő feladat minden esetre a mai nyári, picit szeles, de kellemesen szeles napon nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz, hiszen talicskában lufikat kell tolni a versenyzőknek, és a feladat az, hogy minél gyorsabban tegyék meg, valamint plusz pontokat jelent, hogyha sikerül a lufiknak benne maradni a talicskába úgy, hogy az egyik kezükkel nem próbálhatják a lufikat benne tartani, tehát gyakorlatilag bízva a szerencsébe, a természet elemeibe és a saját maguk gyorsaságába kell ezt a feladatot végrehajtani, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy vajon hány lufi repül majd itt a Tiszavasvári Kabai János Általános Iskola udvarán. Hozzá kell tenni, hogy kettő versenyző tolja majd a talicskát, és látva az előző versenyeket, egyáltalán nem egyszerű két embernek irányban tartani ezt az eszközt. A lufik száma azonos a talicskákban, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy a három talicskában összesen marad-e egy lufi a végére. Itt nincs a pálya nehezítve, tehát el kell tolni a piros bójáig, megfordulni és vissza a lehető legrövidebb időn belül. És amíg a lufik elfoglalják a helyüket, Józsit megkérem, hogy szólaltassa már meg az előző szám győztesét, aki ilyen gyorsan végigszaladt a két vödör vízzel. Igen, Sándor már két típusú feladatban is bizonyított, volt, amikor az erejét kellett használni, most pedig gyorsaságra volt szükség, és újabb győzelmet sikerült Sándor ezzel behúzni. Hogyan láttad, milyennek tapasztaltad a pályát, illetve a versenyt? Gyorsnak. Pici nehezítéssel. Igen, igen. Gyors volt. Volt már hasonló feladat a kezedben? Hát nagyon régen. Gyerekkoromban talán.
És esetleg vödrökkel, vödörvízzel szaladgáltál az idén nyáron, mondjuk a veteményes környékén? Slagot használok. Na hát a könnyebb megoldást választja Sándor otthon az öntözéshez. Minden esetre újabb győzelmet hozott nekünk, és most másik két úriember fog majd a 10 pontért harcolni. És ha jól látom, akkor ott is vannak a Taliska végénél a párosok. Úgyhogy ha kezdhetjük, akkor felkészülni. 3, 2, 1, rajt! Hajrá, apagy! Hajrá, apagy! Gyerünk! Ti vagytok a legjobbak! A leggyorsabbak egyelőre. Az apagyiak, hajrá, apagy. Egy lufiuk még van, arra nagyon vigyáznak. Van, aki azt mondja, hogy csak, inkább csak lassabban. Gyertek. Valaki inkább a lassúságra megy. De szállnak ki a lufik, az apagyiak most már besétálhatnak, és most már gyorsítanak be, mert minden csapat elhagyta az összes lufit. Viszont egy nagyon szép kis színes pálya alakult ki, hát nagyon érdekes volt a csapatok észjárása, ugye volt, aki arra appellált, hogy inkább lassabban, de sikerül a lufikat helyben tartani, viszont ahogy fordultak, úgy változott a szélirány, illetve a dinamika, az aerodinamika, és valamennyi lufi úgy gondolta, hogy inkább elhagyja a helyét, úgyhogy ilyen módon mégiscsak a gyorsaság számított. Az apagyiak nyertek, viszont aki vonalban volt, Enikőjéket kérdezem, hogy itt, innen úgy látszott, hogy egyszerre ér be szinte Fényesítkei Szabolcs. Én innen meg nem mondom, hogy melyik csapat volt a második. Szabolcs volt egyértelmű. Szabolcs volt a második? Akkor egyértelmű. Apagy az első, Szabolcs a második, és Fényesítke a harmadik ebben a számban. Aurél pedig megkérdezi a győztes csapattagokat. Előre kiszámoltuk azt, hogy mi legyen a lényeg, és a csapat a következő döntést hozta. Az volt a lényeg, hogy minél hamarabb érjünk be. Számítottunk rá, hogy a többi csapatnak se lesz benne léggömb a végén. És amit kitaláltunk, az működött, és így győztünk. Gratulálunk. Lehet ez számítani arra, hogy ebben az időpár szél nincs, de hát a menet szél az kivitte a lufikat. És nem lövéseket hallanak a kedves nézők, hanem a szanaszét repült lufik adják meg magukat itt időközben. Természetesen megpróbáljuk őket majd összeszedni, hogy ne zavarja a koncentrációban a versenyzőket. Kedves nézők, az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című projekt egyik műsorát látják, ez a falusi turizmus. Annak is a harmadik középdöntője, Tiszavasváriból jelentkezünk, 3 csapat, Apagy, Fényesritka és Szabolcs küzd ma egymással, és 3 hölgyet látnak pillanatokon belül fejükön egy teli kosárral, amelyekben tojások vannak, egy kicsit egyébként az afrikai benszülött lányokra vagy hölgyekre emlékeztetnek most, akik így viszik a fejükön a különböző terményeket vagy a vizet. Nem tudom, hogy van-e a lányoknak ilyen jellegű gyakorlata, ez majd a játék végén kiderül, minden esetre a pályán minél gyorsabban kell végigmenni, és természetesen úgy, hogy a tojások épségben visszaérjenek. Úgyhogy hamarosan indítjuk a játékot, és szurkolunk a csapatoknak. Ami még nagyon fontos, hogy az első körben, tehát amikor a bója felé futnak a lányok, be kell lépni egyik lábbal a ott látható autógumikba, visszafelé már nem, úgyhogy ne is várjunk tovább, hanem felkészülni. 3, 2, 1, rajt! Fényesítke vezet, nagyon-nagyon lendületesen. Fut a hölgy a fején a tojással. Második Szabolcs, és a apagyi versenyző fordult harmadiknak. Megvan a győztes, Szabolcs a második, és az apagyi versenyző komoltosan véve az utolsó métereket, most érve a célba. És ott ki is hullottak a tojások, tehát nem is olyan könnyű egyébként megtartani. Valószínűleg ezt már gyerekkorban el kell kezdeni, hogy... De kíváncsian várjuk, hogy mit mondanak a szabolcsiak, hogy sikerült ilyen gyorsan célba érni. Fényesítke. Fényesítke, igen, Fényesítke gyűjtötte be a 10 pontot Orsi révén, gratulálunk neki. Volt benne aggodalom itt a futam előtt, mire kellett legjobban figyelni? Hát a technika, a tartás, hogy megfogni a kosarat tulajdonképpen. A gyorsasággal annyira nem volt gondom, mert rendszeresen futok, úgyhogy ez nem okozott problémát. Most már azért megnyugodtál? Úgyhogy Orsi húzta be az újabb győzelmet Fényesítke számára. Szabolcs a második, és Apagy volt ebben a számban a harmadik. Az utolsó előtti versenyszám következik a falusi turizmos Tiszavasvári állomásán, mégpedig
csavarokat kell összecsavarozni, ami egyszerű feladatnak tűnik elsőre, viszont annyi a nehezítés, hogy egy edényben lesz három csavar, szétszedve három különböző méretű, azaz három csavar, három anyja és három alátét, és ezt kell a versenyzőknek a legrövidebb idő alatt összeállítaniuk, mégpedig olyan vízben, amely habosított és egy picit csúszik is. Ha kész vannak a versenyzők, akkor ez is időre megy természetesen, akkor számolok és kezdhetjük. Tehát felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Gyerünk, megvan, a legnagyobb már megvan. Amikor egy csavar kész, ki kell tenni az asztalra, amikor mindhárom csavar az asztalon, akkor végzett a csapat. És csak tett ki. Hajrá, Laci! Egy megvan már. Jó? Ez a középső lesz. Hajrá, Laci! Ki lehet venni? Ott lesz a sarokban. Meg a szurkolás. Egy kis helyzetjelentést kérünk a csapat kísérőktől, hogy hogyan állnak, mert minden nem látjuk. Már a második készül apagyon, mindjárt készen van a második is. Emese? Helyzet Szabolcsban. Emese? Hogy álltok? Kettő készen van már nálunk, a harmadik jön, és mindjárt megvan. Emese annyira izgul, és annyira benne van ebben a feladatban, hogy se lát, se hal, de reméljük azért látni, lát. Egy csavar ott van. Ott. Egyre nagyobb az izgalom és a lelkesedés, és csavarodnak be a játékosok is. Szabolcsik ezek a magasban. Na, ezért, Szabolcs nyerte. Ezért nem beszéltem Emese szerintem, mert teljesen benne volt a feladatban. De hát a másik két csapat még mindig csavarog. Úgyhogy nem mindegy, mert ugye mennyit ér a második? 7 pont. Azért az nagyon sokat számít. Főleg, amikor fej mellett vannak, és ugye ez az utolsó előtti feladat, tehát úgy gondolom, hogy itt már nem szabadna elfáradni, annál is inkább, mert a cél előtt vagyunk, a cél pedig Kisvárdán majd a döntő, ahol kiderül, hogy ennek a műsornak, ennek a vetélkedő sorozatnak ki volt a leglelkesebb, legügyesebb, legrafináltabb települése. Ugye maga a műsor felhívására sokan jelentkeztek, volt egy első kör, ahol online feladatokat kaptak a települések, különböző intellektuális és vicces feladatot, itt kellett megmutatkozniuk tulajdonképpen, ebből is készítettünk egy műsort, és ezt követték a középdöntők, tehát a legügyesebbek kerültek a középdöntőbe, ott pedig egy-egy helyszínen, Máté Szalkán, Vásárosnaményben és Tiszavasváriban járt a stábunk. Közben fényesítve a második helyet, és kész van az apagy, nagyon csapat is harmadikként, és mivel ez a feladat, amennyire egyszerűnek látszik, annyira nehéz, meghallgatjuk mind a három versenyzőt, kezdjük a harmadik helyezett apagyiakkal, hogy mi okozta a legtöbb nehézséget ebben a feladatban. Jóci, ezt is vállaltad, mint a fémeket jól ismerő. Nehéz volt? Mi volt benne a legnehezebb? Hát a kisebb alátétet megtalálni, mert csak csúszik az embernek a keze, és ilyenkor még jobban felkavarja, amit beletettek, ezt a mosószert. Hát, de sikerült. Inkább az a lényeg. Hála Istennek, a való életben ilyesmit nem kell csinálni. De, pont ezeket csinálom, úgyhogy annyiban jó volt, hogy tudom, mi csoda. Jó. Mi lettünk a harmadikok? Így van, a második pedig Fényesítke. Józsi? Meg is várjuk Tivadart, aki ebben a feladatban teljesített. Egyébként ő úgy jött ide, hogy ilyen tanácsadó szerepben lesz, de csak találtunk testhez álló feladatot, illetve volt testhez álló feladat. Egyébként egy tanáremberről van szó, akinek a hobbija a szerelés, a különböző összerakás. A sok gyerek után nem árt egy kis önálló munka is. Mi volt most a nehézség? Hát az a helyzet, hogy az alján volt ilyen murvás, mosóporos rész, és abban a kis alátétek eltűntek. Úgyhogy ez volt a bonyolultabbik része. Minden esetre tudtunk hozni egy második helyet, és nagyon reméljük, hogy az utolsó feladatban jól teljesítünk. A szabolcsiak végeztek a leghamarabb, Emese annyira belefeledkezett a szurkolásba, hogy nem is hallotta a kérésünket, de most már bőlére leszve is meg lehet tudni, hogy mi vezetett a sikerhez. Hát fantasztikus fölénnyel nyert Laci, úgyhogy
tényleg csodálatos csapat, nagyon összetartó közösségről van szó, és hát azért eléggé feljöttünk, nem tudom, látják-e a nézők, vagy érzékelik, és Lacitól nem is áll távol ez a dolog, pedig igen nehéz volt. Mennyire volt nehéz ez a feladat? Hát az, hogy csúszott a csavar, meg a kisebb dolgokat nehéz volt megtanálni víz alatt, de hát 40 évnyi karbantartói munka után már ez rutinnak kell, hogy számítson az ilyen csavarok összeállítása. Hát rutin lett, köszönjük szépen a csapat nevében. Gratulálunk a győztesnek, de nem csak a győztesnek, mind a három csapatnak, és egy feladat van még hátra. Folynak az előkészületek. A feladat pedig az lesz, hogy kuglibábukat kell leütni, mégpedig nem golyóval, hanem először almával, egy dobás almával, majd egy kis fazékkal és egy sodrófával. Tehát három versenyzőre van szükség csapatonként, és az a csapat nyer, amelyik a leghamarabb ledönti az összes bábút. Aztán majd kiderül, hogy maradnak-e fent bábuk. Ez sem könnyű feladat, a látszattal ellentétben. Kedves nézők, egyébként a döntőre Kisvárdán kerül majd sor a Bessenyei György Gimnázium sportcentrumában tulajdonképpen, és oda ugye azok a csapatok érkeznek, akik a középdöntőben a legügyesebbek voltak. Ahogy a műsor elején már elmondtuk, tulajdonképpen nem csak ezért a címért vetélkednek, hanem 500 ezer forintot is kap majd a település, amelyik a legjobb lesz. A döntőben természetesen a középdöntőhöz képest teljesen más feladatokkal készültünk majd, úgyhogy igazándiból ehhez hasonló, de mégis teljesen más feladatokkal. Nem tudom, hogy a csapatok, az eddigi győztes csapatok milyen módszerrel, milyen technikával készülnek. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok múlik a lelkesedésen, és igazándiból a szerencsén is, mint hogy az életben mindig így van, hogy mindig kell egy kis szerencse is, nem elég csak a motiváció meg a tudás. Meglátjuk, hogy az utolsó feladatban vajon mennyire kell a technika, vagy az összpontosítás. Ugye először almával dobnak a játékosok, utána sodrófával, a végén pedig egy kis lábassal, és amelyik csapatnak a legtöbb bábút sikerül leütni, értelemszerűen a leggyorsabban, azért lesz majd a győzelem. Tehát egymás után dobhatják azonnal az eszközöket a játékosok, és úgy látom, mindenkinek ott van a kezében a megfelelő eszköz, tehát akkor felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Mehet az alma. Úgy látom, nem az időre mennek a játékosok. Második a fazék. Jöhet a fazék, az mellé ment, ez is mellé ment. El sem ért, és a sodrófa. Trükkösen. Ott is. Ez mellé ment. Hát ez Szabolcs. Így egyértelmű. Szabolcsi sikertényesítkei. Második hely, és Apagyi harmadik hely az utolsó feladatban, és hamarosan kiderül majd, hogy összesítésben kinyerte a versenyt, és ki lesz ott a kisvárdai döntőben, melyik csapatnak marad meg az esélye a végső győzelemre, és az azzal járó pénzdíjra. Bár sokáig úgy tűnt, hogy a fényes Litke nyeri a záró számot, de a szabolcsiak egy nagyon sikeres utolsó dobással a maguk javára fordították a versenyt. Emese, kérdezz meg, légy szíves, hogy hol tanulták a technikát a versenyzők? Hát én konkrétan Marikát fogom megkérdezni, mert hogy ő a csapat megmentője. Ugye elég nehezen és döcögősen indult az eleje, mert tényleg nehéz eltalálni ezeket a kuglikat. De Marika, mi volt ez a fantasztikus dobás? Hogy sikerült ez? Hát a nyújtófához érteni kell, az egyik az, a sok évi gyakorlat, a másik meg szociális gondozó vagyok, és rengeteg embert megemeltem már. És akkor ez csak jött spontán. Azt hittem, hogy már valaki után, Marika, többször utána vágtad a sodrófát, és olyan ez volt a titka. Olyan is volt, olyan is volt. Igen. Konkrét esetet? Konkrét esetet, hát ez még egy fiatalkori, egy ilyen diszkós alkalom volt, és akkor azt... szeretném elfelelni. Fedje a homály. Hát nagyon szépen köszönjük a csapat nevében, úgyhogy egy igazi megmentő Marika életet is mentett, nem olyan régen Marika, egy kisbaba életét mentette meg, úgyhogy egy tényleg egy igazi hős áll most itt mellette. Egy nagy tapsot kérjünk Marikának, aki nem csak Szabolcsot mentette meg ezzel a technikával, hanem az élet számos területén bizonyított, és valóban egy életmentő. Hát a fényes Litkeiek számára ez most egy rossz dobás volt tulajdonképpen.
már ami a verseny egészét illeti, de gyakorlatilag tényleg csak másodperceken, vagy nem is tudom, mind múlott. Az első dobás, ott volt egy dobás, ami gyakorlatilag mindent felborított, aztán utána nem úgy sikerült az utolsó kísérlet, hogy szerettétek volna. Józsi, hogy értékelik a versenyzőitek ezt a számot? Igen, hát valóban két bábú áva maradt, sajnos emiatt nem sikerült a győzelem. Ki is volt az közületek, aki az utolsót dobta? Zoli, azért azt gondolom, hogy jól sikerült a feladat, de nem lett tökéletes. Mi hiányzott? Hát az hiányzott, hogy két kugli ott maradt. Pedig nagyon sokat készültem rá, mert szabadidőmben mindig sodrófákat szoktam dobálni. Kiket vagy miket? Kuglikat ugyanúgy. Remélem is, hogy senki nem sérül meg otthon ezekben a feladatokban. Szóval ezúttal egy második hely, úgyhogy várjuk az eredményhirdetést. Kicsit kezdek aggódni, hogy a fényes litkei csapat zsebében kinyílik az a bizonyos bicska, amivel érkeztek, de hát reméljük, hogy a maga a játék körülme és ez az együtt töltött délelőtt azért, ez mégiscsak egy nagyon-nagyon klassz emlék. Nos, és a zárószám után a Szabolcs és Fényes Itkei csapat szót kapott, Aurél is olyan púzban állott, hogy azt hiszem megszólaltat valakit. Bizony, ugye mi nagyon figyeltünk arra, hogy minden jól menjen itt ebben az utolsó feladatban, és István, aki nemrég ünnepelte egyébként a nevenapját is, mintha úgy érettük volna, hogy arra kell figyelni, hogy ez sem dőljön el. Hát így van, mi erre készültünk, hogy ne okozzunk semmibe kárt. És ezt be is tartottuk, igaz, ez most csak a harmadik helyre volt elegendő, de attól még nagyon büszkék vagyunk. És közben megtörtént az eredmény összesítése. A falusi turizmus Tiszavasvári állomásán három csapat vett részt, és a harmadik helyet 74 ponttal Apagy szerezte meg. Egy nagy tapsot mindenképpen megérdemelnek. Apagy, aki figyel a részletekre, és senkinek a testi épségét és a tárgyakat sem veszélyeztette a mai napon. A második helyezett 93 ponttal Fényes Ritke csapata lett. És beigazolódott az, amit a verseny elején is mondtam, hogy minden pontnak jelentősége van, hiszen Szabolcs végzett az élen 94 ponttal, azaz egy pontos előnnyel, de a győzelmez az pont elég volt. Tehát ők azok, akik utaznak majd Kisvárdára, és ott lesznek a kisvárdai hármas döntőben. Nos, hát akkor egy kis összegzést kérünk a csapatoktól, hogy éreztétek magatokat, illetve magával a végeredménnyel mennyire vagytok elégedettek. Kezdjük Apaggyal. Apagy, nagyon, szerintem jól éreztem magunkat, Attila. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük szépen. Tényleg jó volt a hangulat, még ezért jöttünk, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk. Van-e valami tanulság esetleg ezeknek a versenyszámoknak? Valamiben erősíteni kell jövőre? Igen, a felkészülésben mindenképpen. Jó. Nagyon szépen köszönjük, mi nagyon jól éreztük itt magunkat, és arra törekszünk a következőben is, hogy ne apadjon ki az örömünk és a jó kedvünk. Legyen így. Fényes Itke Józsi, neked talán egy picit ismerős ez az érzés, hogy az általad patronált csapat hajszállal csúszik le a győzelemről. Igen, én azt kell, hogy mondjam, hogy elképesztően csalódott vagyok. Múltkor hasonlóan jártam Panyola oldalán. Ezúttal is egy ponton múlott a győzelem. Ugyanakkor a hangulatra itt sem lehetett panasz. Remélem, hogy Orsi, ti is így érzitek, illetve így emlékeztek majd vissza ezekre a versenyekre. Szerintem nagyon jól éreztük magunkat, nyilván győzni jöttünk, ez sajnos nem sikerült, egy ponttal lemaradtunk, de azért csalódásra nincs okunk. A csapatot összekovácsolta ez a verseny, úgyhogy szerintem megérte eljönni. Megérte eljönni, így van, úgyhogy dicsekedjetek el otthon ezzel az eredménnyel, és vigyétek jó hírét ennek a jó kis versenynek, köszönjük és gratulálunk nektek. Hát nem tudjuk, hogy vajon Szabolcs azért öltöztette ünnepi díszbe a sátrát, mert tudta, hogy ennek a középdöntőnek ők lesznek a győztesei, vagy pedig az ezer éves múlt és a tradíciók gyakorlatilag nem hagyták, hogy ne ünnepeljenek már a verseny elején. Nem tudom, Emese, mennyire bíztatok ebben a sikerben? Hát az a tapasztalatom, hogy bízni kell. Tehát nekem ez az első ilyen alkalom, hogy egy győztes csapat élén állhatok gyakorlatilag, és nagyon-nagyon örülök. Tényleg nagyon összetartó csapatról van szó, fantasztikusan teljesítettek. Az kezdeti nehézségek után egy tényleg egy folyamatosan felívelő csapatmunka volt az, aminek szemtanúi lehettünk. A sátrat is gyönyörűen feldíszítették. Külön köszönet Helebrand Enikő kolléganőmnek, akit kabalaként magunk mellé állítottunk, és meghozta a szerencsét, de a dicsőség a csapaté, úgyhogy Ilikét kérdezem, hogy éreztétek magatokat? Én azt hiszem, hogy
hogy a csapat nevében is mondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat ezen a napon, és mi győzni jöttünk ide. És mindent megtettünk érte, igaz, a kezdeti nehézségek, hát biztos még a feszültség bennünk volt, és egyre feljebb jöttünk, és ennek nagyon örülök. És én remélem, hogy a továbbiakban a döntőben is hasonló eredményt érünk el. Legalábbis én úgy gondolom, hogy mindnyájan ezt szeretnénk. Köszönjük szépen, egy csatakiáltást kérünk. Hajrá, Szabolcs! Hajrá, Szabolcs! Abban biztos. És egy tapsot mindenkitől, minden részvevőnek, hiszen mindenki megérdemli, mindenki megtett minden, de hát a sport olyan, hogy van harmadik helyezett, van második helyezett, és van győztes, a győztes ezúttal Szabolcs település csapata lett. És abban biztos vagyok, hogy a kamerákat megszokták a versenyzők, és most már otthonosan, rutinosan mozognak majd a döntőben Kisvárdán, itt a Kölcsei Televíziós stábja mellett. Amit még szívem szerint szerettem volna elmondani, hogy a kedves nézőknek, ez egy olyan műsor, ami számunkra is fantasztikus élményeket tartogat, hiszen általában a stúdióban veszünk föl műsorokat, és ugye nyilván minden eseményen megjelenünk, de amikor az egész stábnak egységesen kell együtt dolgozni, azért olyanra ritkán van példa, úgyhogy ez egyben egy csapatépítés is a Kölcsei Televíziónak, és tényleg nagyon jól érezzük magunkat, és mi is nagyon izgatottak vagyunk mindig, mielőtt átadjuk a díjakat, úgyhogy most is egy ünnepélyes díjátadás következik. Szeretettel invitáljuk a csapatokat, Apagy, Fényes Litke és Szabolcs település fantasztikus csapatát, hogy jöjjenek ide erre a szalma bálákból készült dobogóra, és aztán átadjuk a díjakat. Már a dobogón a csapatok, és minden csapat kap egy kupát és egy oklevelet, hogy emlékezzen arra, hogy itt volt ezen a verseny, és bízunk benne, lesz folytatás, ismét eljönnek. Tehát a harmadik helyet a Falusi Turizmus Tiszavasvári állomásán Apagy csapata szerezte meg. Gratulálunk! Kiveszi át! Gratulálunk! Mindössze egy ponttal csúszott le a dobogó legfelső fokáról a Fényes Litkei csapat, de azt gondolom, hogy mindenképpen megérdemlik a hatalmas tapsot. Fantasztikusak voltatok, köszönjük, hogy itt voltatok. Kiveszi át a díjat. Orsi, gratulálunk, tessék. És akkor a harmadik középdöntő győztese Szabolcs település lett. Pós Anita adja át az oklevelet, illetve a kupát, és várjuk a szabolcsi csapatot természetesen a döntőbe, Kisvárdára, a Bessenyei György Gimnázium sportcentrumába. Ott dől el, hogy a három település, Ajak, Nyírcsaholy vagy Szabolcs nyeri a Falusi Turizmus című műsorunk fődíját, amely egy 500 ezer forint értékű ajándékutalvány lesz. Tehát ha nem is mindenkivel, de a szabolcsiakkal találkozunk a döntőben. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.